12 fő most jelenleg a létszámunk, egészségesek és megváltozott munkaképességűekkel együtt. December 3-a a fogyatékkal élő emberek világnapja, ebből az apropóból kerekasztal beszélgetésre hívta össze a Vakok és Gyengéllátók Tolna megyei egyesülete a megyében működő fogyatékkal élők érdekképviseletét ellátó szervezetek vezetőit. Tóth László látássérült. Az ő életét a vakvezető kutyája könnyíti meg, akit 2 hónapja kapott, hogy segítse a mindennapjaiban. Azóta a közlekedésben sokat segít, mert előtte nagyon sokat csetlettem, botlottam, megtaláltam az összes pocsolyát, az összes repedést, és így a kutyával kikerüljük a pocsolyát, árkokat. 1992-ben az ENSZ december 3-át a fogyatékkal élők napjává nyilvánította, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a sérült emberekre, a fogyatékosok mindennapi gondjaira, ösztönözve az egészségeseket arra, hogy betegtársaikat egyenrangú félként kezeljék. Ez a világnap egy nagyon jó okot ad arra, hogy erre a napra szervezzünk egy olyan megbeszélést, egy olyan egyeztetői fórumot, ahol részt vesznek a fogyatékkal élők érdekvédelmét ellátó civil szervezetek, akik Tolna megyei hatáskörűek, illetve az önkormányzat és a hivataloknak a képviselői. A Vakok és Gyengéllátók Egyesülete Tolna megyében közel 1400 látássérült ember érdekképviseletét látja el.